Tatabány a legrégi város részének, az Óvárosnak rehabilitációs projektjét zárták július 12-én. A Komárom-Esztergom megyei megyeszékhelynek ez a városrésze rendelkezik a település bányászati múltjára emlékeztető, a város karakterét meghatározó legtöbb épülettel. A bánya bezárásokat követően azonban a funkciójukat vesztett középületek meglehetősen rossz állapotba kerültek. A város gazdaságfejlesztő szervezete például a régi községháza teljesen felújított épületében kapott helyet. A Hagyomány és Megújulás Óvárosban elnevezésű projekt hangsúlyozott jelentőségét az adja, ahogy a város polgármestere Schmidt Csaba fogalmazott, hogy Tatabánya ebben a városrészben született. Hogy miért esett annak idején pont Óvárosra a választásunk? Azért esett, mert hogy Tatabánya itt született. És azt láttuk, hogy ahhoz, hogy ennek a születésnek, ennek az indulásnak méltó emléket állítsunk, meg kell őriznünk minden olyan értéket, amit meg tudunk tenni. Ezek közül nagyon sokat a város már korábban megőrzött, hiszen felújítottuk a népház épületét, a Cseli strandot újjávarázsoltuk, ott is meghagyva minden értéket, és mégis egy 21. századi környezetet teremtve. A Hagyomány és Megújulás Óvárosban elnevezésű projekt során, amely 1 milliárd 308 millió forint támogatási összegből valósult meg, több épület is megújulhatott, és közösségi tér, például a Május 1 Park, új funkciót kapva ismét bekapcsolódhat a város életébe. Megkérdeztük 2013. szeptemberében a tatabányaiakat a bányásznap alkalmával, hogy ők is egyetértenek-e azzal, hogy itt Óvárost meg kell újítani. Azt szerették volna, ha ismételten lenne egy olyan közösségi tér, egy szabadtéri színpad, ami rendezvényeknek, találkozásoknak, koncerteknek, kikapcsolódásoknak biztosítani a helyet. Ezért döntöttünk úgy, hogy ismételten legyen szabadtéri színpad a Május 1 Parkban, de ne állandó jelleggel, ne vegyük el a parktól azokban az időkben a helyet, amikor nincsen lehetőség szabadtéri rendezvényeket tartani, akkor legyen teljes egészében a park a tatabányaiaké. Egy olyan fejlesztést tudtunk megvalósítani, ami nagyon nagy lépést tesz annak érdekében, hogy a városrészt meg tudjuk újítani. Nem értünk sem itt, sem Újvárosban a munkánk végére, de azért van mögöttünk, és azért költözik ide a gazdaságfejlesztő szervezet, hogy legyen mindig forrásunk, amiből ezt meg tudjuk valósítani. Az ünnepségen dr. Kantz Csaba, megyei kormánymegbízott, méltatta az elmúlt 25 évben végzett városirányító munkát, amelynek eredményeként Tatabánya, ahogy fogalmazott, egy modern várossá vált. Hajlamosak vagyunk itt élő emberként Tatabányán a mindennapjainkat töltő lakosként, állampolgárként nem észrevenni, hogy mennyi minden történt Tatabányán. És arról tudok önöknek beszámolni, hogy bárkivel találkozok az ismeretségi körömből, aki ide téved a városba, hát hogyan fogalmazzak finoman, az elképedéstől az őszinte gratulációig át kapom az elismerő szavakat. Amit kiemeltek az előttem szólók, a gazdaság, ezt is büszkén jelenthetem, hogy bármilyen megbeszélésen, bármilyen tanácskozáson veszek részt, ma már Győr és Fehérvár mellett Tatabánya neve mindig elhangzik. Tehát amikor a legfejlettebb ipari városokról beszélünk, ennek a három városnak a neve hangzik el, és nem felejtik ki Tatabánya nevét. Erre a szintre el kellett térni, és én azt gondolom, a város további fejlődése is az ipari fejlődés, a gazdasági fejlődés nélkül elképzelhetetlen. Én is arra biztatom polgármester urat, hogy a következő uniós ciklus vonatkozásában sikerüljön olyan forrásokat találni, amely akár Óváros, akár Tatabánya egésze számára jelentős előrelépést tud tartalmazni. Bencsik János országgyűlési képviselő arról is beszélt, hogy a megújult épületek és terek generációkat kapcsolhatnak össze, és hogy a városhoz tartozás érzését is nagyban erősíti a megújulási program. Hagyományokra épít, de képes megújítani az épített környezettel együtt magát a közösséget is. Nincs olyan óvárosi, de tatabányai sem, akiben az eddig itt eltöltött évei, évtizedeinek, az óvároshoz, a Május 1 Parkhoz való kötődésének az emlékei, azok nem jöttek volna föl, nem mozdultak volna meg, és nem kerültek volna a felszínre.
hogy nem csak az építő munkások az önkormányzat szervezésében, a Magyar Állam az Európai Unió finanszírozásában mozgatták meg a városrészt, hanem az érzelmeken keresztül a városrész lakói is megmozdultak. És sokan végig gondolták az eddigi életüket, azt a 40, 50, 60, 70, 80 esztendőt, amit már megélhettek, és mindazon a megújulás folyamatába bekerülő épített környezeten, vagy a természeti környezeten, május egy parkon keresztül, a saját, az élményeken, az oda kötődő élményeken keresztül a saját életüket is áttekintették. Egy kicsit megfiatalodtak. Sok mindent lezártak az életükben, amit eddig cipeltek, és nem feltétlenül kell a továbbiakban vinni tovább, de most volt idő, átgondolták, ami szép volt, azt megőrizték, ami kevésbé, annak a tapasztalatait lehonták, és ott hagyták szépen maguk mögött. És megújulva, a közösség is megújulva tudja majd birtokba venni azokat a létesítményeket, amelyek most a mai napon átadásra kerülnek, illetve amelyek átadásra kerültek már korábban, a bölcsöde, az óvoda, hiszen nem most kezdődött a program. A Hagyomány és Megújulás Óvárosban elnevezésű projekt záró programját egy igazi nagy népünnepély követte a megújult Május 1 parkban. 24 éve már, hogy Környe önkormányzata hagyományát teremtette a Nemzetiségi Sörfesztiválnak. Idén július 10-e és 12-e között várták a Környe sportpályára az érdeklődőket. Az egybegyülteket a házigazda Beke László polgármester köszöntötte. Nagyon nagy öröm, hogy nem csak környék jönnek el hozzánk, hanem a térségünkből is nagyon sokan ellátogatnak, és részt vehetnek egy olyan fesztiválon, ahol a hagyományőrzés és a szórakozás, a sport, a kikapcsolódás, a természetben való programtöltés nagyon jól kiegészíti egymást. Nagyon sokan hazajönnek, és ma is több család itt van azok közül, akiket vagy kitelepítettek innen, vagy úgy hozta a sorsuk, hogy jobbnak látták, hogy elmenjenek, elmeneküljenek környéről ebből az országból, és még ma is vissza-vissza járnak hozzánk, és őket is nagyon nagy szeretettel köszöntjük, nagyon nagy szeretettel várja őket vissza mindig a szülőföldjük. Kívánom azt, hogy élményekkel gazdagon emlékezhessünk vissza erre a 24. Nemzetiségi Sörfesztiválra, és most kérek mindenkit, hogy egy jelképes kocintással nyissuk meg ezt a mai sörfesztivált. Egészségükre! A programpaletta sokszínű volt. A három napon keresztül hagyományőrző, kulturális és szórakoztató műsorok várták a nagy érdeműt. A fesztivál utóbbi két esztendejében a programot a testvértelepülés Tardoskett kézműveseinek vására is színesíti. Az Élő Hagyományok Hagyományőrző Egyesület tagjai és vezetőjük Szabó Ferdinánd nem csak termékeket, hanem foglalatosságra való lehetőséget is hoztak a fesztiválra. Hát először is a kosárfonas, ami nálunk hagyományos, ami nagyon régen van, mivel a paraszt emberek valamikor sokan ebből éltek, és a kosárfonas főleg nálunk ez a fő foglalkozás. Aztán a faragás, ami hozzájött, akkor paraszbot faragás, tűzzománc és a üvegvitrázs, a tiffany üveg, és üvegfújás, ami nálunk nem szokásos, például a Tardoskedden, de Szlovákiában elég gyakori volt, és egy srác, aki Pozsonyban tanult, ő üvegfúj nálunk, technikai üveget fúj. És én még a citerákat készítem, még a citerázás volt. Valamikor a paraszt emberek vagy gyerekek csináltak, vagy citerát, vagy pedig kosarat vontak. A táncegyüttesek közül a Szivárvány táncegyüttes megalakulása óta 20 éve részt vesz a fesztiválon. Persze azóta az együttes is rengeteget fejlődött. A kezdeti kis gyerekjátékoktól, karikázoktól fogva egyre nehezebb táncokat, egyre több tudást igénylő táncot mutattak be a gyerekek. Hát azt hiszem, hogy ez a mai fellépés volt a legvége tudásban, mert a továbbképzős táncosainknak a széki tánca az már a maximumot mutatja. A művészeti iskolának a tanmenete szerint
ez a végzősöknek a táncanyaga, de természetesen ennek sosincs vége, mert olyan nincs, hogy én mindent tudok, és ezt holtig kellene tanulmányozni és tanulni. Mint ahogy a nevünk is mutatja, a pici körjátékoktól kezdve a csárdásokig, a felvidéki táncokig, akkor bodrogközi és rábaközi táncokat is tanulnak. Azon belül a táncrendet végig táncolják. Nem csak a Kis-Magyarország területéről táncolnak, hanem a nagy-magyarországi területekről is. Felcsik Székelyföldön van, és egészen a moldai csángó táncokig bezárva minden táncolunk, és mellette még a környei nemzetiségi táncokat is tanuljuk. 20. alkalommal rendezték meg a hídverő napokat. A hétvégi programot a felvidéki karván nyitották meg, majd a rendezvény Neszmélyen folytatódott, ahol szombaton és vasárnap különféle programokkal várták az érdeklődőket. A hídverő társulás 18 településének rendezvényét, mint minden évben, idén is koszorúzással kezdték. Nagyon-nagyon örülünk, hogy ennyi vendég és ennyi ismerős arc eljött azok közül is, akik régen, 20 évvel ezelőtt alapító tagként szerepeltek a hídverő társulásnál. Ez számomra minden eszmély község polgármesterének, és talán elmondhatom a lakosség minden lakója nevében, számunkra ez akkora büszkeség, hogy olyan emberek, akik közös eszméért, közös harcot indítottak 20 évvel ezelőttük, most is jelen vannak, és ezt az eszmét továbbra is képviselik. A hírverő települések alapvetően 18 településben állnak, tehát 5 magyarországi és 13 felvidéki település. Ha jól számoltam, talán 3 vagy 4 település kivételével minden település képviseltette magát. Ezen kívül a tatai kistérségből vannak itt, Tata polgármesterét is vendégül láthattuk. A hírverő társulásban több tatai kistérségi település is benne van, és nagyon nagy szeretettel és tisztelettel gratulálok ahhoz a kitartáshoz és ahhoz a szeretethez, amivel a Duna két partját ezek a közösségek a csak azért is gondolatával folyamatosan össze szeretnék kötni. Tatának is van felvidéki testvértelepülése, ugye Szőgyén, ami már egy kicsit beljebb van a Dunától, Tata is egy kicsit kijebb van a Dunától, ezért mi így nem vagyunk tagok, de mégis mint két távolabbi település, mintha egy kicsit így meg is ölelnénk őket barátilag, és ezt a szeretetet szeretnénk átadni. A hivatalos megnyitót egy konferencia követte, amelyen Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédság politikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos is részt vett és tartott előadást. Először is ez egy nagyon fontos rendezvény azért, mert a 20. évfordulóját ünnepli a Hídverő Társulás, és ez egy mintaértékű társulás Magyarországon, hát nem csak Magyarországon, hanem ugye Szlovákiában is, mind a Duna mindkét oldalán. Szombat délután és vasárnap különféle színpadi produkciókkal szórakoztatták a közönséget. Vasárnap délután például felléptek a dunaladványiak is, akik szívesen jönnek minden évben testvértelepülésükre, Neszmélyre. Mi egyidősek vagyunk a hídverő napokkal. Valójában mi a hídverő napok tiszteletére alakultunk, úgyhogy a hídverő napok 20 évesek, és mi is 20 évesek vagyunk, úgyhogy mi ide mindig nagyon nagy szeretettel jöttünk. Ahány csapat, annyiféle recept alapján készültek a pörköltek. Egy biztos összetevő azonban mindegyikben volt. A tyúkudvarok királya megfosztva minden méltóságától. Sok hagyma finoman elkészít, alapban legyen hozzá jó fűszerek elüzesítve. Onnantól kezdve szép lassú tűzön. Egész odáig, amely ki nem tároljuk. Na jó, a titok valahol ott van, hogy jó fűszerek, milyen fűszerek, ez milyennel hát készült? Ez például bors, piros paprika, borókabogyó, egy kicsikét megnőtt, teszünk hozzá egy kis rozmaringot, fokhagyma, paradicsom, tehát minden, ami most kell, és szép óvatosan elkészítjük, meglátjuk, mi lesz az eredmény. Megnézhetnénk az internetről, de én ilyen tapasztalat alapján csinálgatom, úgyhogy sikerül, és akkor be szokott jönni. Most a fényes színeiben indulunk, most az az első, mert eddig mindig ilyen főzőversenyek volt, aki mindenki benevezett. Most megpróbáljuk, hát, hogyha sikerül elnyerni a díjat is, de nem is az a lényeg, a részvétel. Hányan jönnek majd ebédre? Hát olyan 15-en körülbelül, ami a
a szőkebb csapat. Nem gondoltam volna, hogy a kakas ilyen gazdag tud lenni. Van gombás, van pörköltes, van tejszínes, mindenféle dologgal házasítva, fűszerezve, tehát ez egy kavalkád. A Fényesfürdőt részéről a Marian zsűrizik, a Honvéd nyugdíjpénztártól eljött Jáger úr, a fő szakácsunk, vagy úgy is mondhatnám, hogy a bográcsmester a hotelkésnek a séfje lesz, illetve minden évben van egy strandoló, tehát egy civil ember, akit megkeresünk, és van olyan bátor, hogy beáll a zsűri csapatába, és ő is zsűritag lesz. Mindenfélét pontozunk. Pontozzuk az ízeket, a színeket, az amatokat, pontozzuk az ötletességet, a csapatnevet, a programot, a tálalást. Külön díjakat ajánlunk fel minden egyes extra dologért. Nagyon sok csapat azért jön ide, mert élvezi, szereti, nagyon tetszik neki a dolog, de az, hogy kap egy plusz dolgot, egy plusz díjat, az a sava borsa. A komondor a legősibb magyar kutyafajta. Az első írásos emlékek már az 1400-as években említik a méltóság teljes gubancos szőrűebet. A pásztorkodó nép javainak védelmében vezérszerepet játszott, rendkívül megbecsült tagja volt a közösségnek. Jó tulajdonságai mit sem változtak az évszázadok alatt, de a hétvégi verseny elsősorban a szépségről szólt. Kedvelt fajta, igen, már hál' Istennek, bár közel sincs olyan létszámban, mint mondjuk divatfajták. Részben sokan félnek a tartásától, ugye nagy testű területőrző kutyáról van szó, nagy szőrű kutyáról, úgyhogy akik nem ismerik, azok először megrettennek a dologtól, de később aztán, amikor a fajtát valaki megismeri, akkor utána nem tud lemondani róla. Egy területőrző pásztorkutyáról van szó, tehát terület kell neki, tehát nem lehet mondjuk a harmadik emeleten tartani egy ilyen kutyát. Hogyne, azért is szeretik, mert nem kell tanítani ezekre a dolgokra, kényeiben hordozza ezeket a tulajdonságokat, ugye több száz éves fajtáról van szó, úgyhogy nagyon-nagyon népszerű, aki használja, tehát most ez egy ronda kifejezés, használja területőrzésre, soha nem csalódott még benne senki. Nincs beltenyészet a fajtában. Hál' Istennek külföldről is hoztunk vissza komondorokat, úgyhogy vérben nincs probléma azzal, hogy beltenyészet lesz. Hosszú utat tettek meg a kutyák a tatai versenyig. Sokan kifejezetten a kutyák számára átalakított autókkal jöttek, és szellős sátoróll óvta az állatok közérzetét a nagy melegben. Balla József 10 éve tenyészt komondort. Erdélyből érkeztek a versenyre. Amikor elmentünk egy kiállításra, és egy kutyát akartunk venni, hát ez volt a legimpozánsabb. Nem hiába mondják, hogy a kutyák királya, valóban a kinézetele, tehát egy annyira impozáns kutya. Hát egy kiállításokon, amikor bemész a ringbe, amikor többi másfajta kutya után, ha bemész egy komondóra, hallod, hogy wow, tehát mindenki megcsodálja. És ez a, csak három fajta van ebben a nemezes szőrrel, három fajta, tehát a Puglia, a komondor és a bergámászó, és ez egy ritkaság, ilyen, és az, hogy milyen méltósága hordja ezt a szőrt, hát eve meg elragadtatta. Ez a fajta nem csak jó idegzetű, méltóságteljes, de rendkívül barátságos is. Jó típusú, jó csontú, egy nagyon idegzetű. Ma délután 1 órától 6 óráig lehetett vért adni a művelődési házban. Délután 5 órakor, 1 órával a zárás előtt mindössze 45 véradót regisztráltak. Köztük volt Bella Viktor is. Régebben véradás szervezéssel foglalkoztam, én is önkéntes vöröskeresztes voltam, és nagyon sokáig úgy szerveztem vért, hogy én nem adtam vért, és Pesten voltunk a szigeten, és akkor megkérdezték, hogy és én mikor adok vért? Nem mondom, hogy nem szoktam vért adni, és akkor innentől indult az én véradásom 2004-ben. Miért nem adott korábban, félt? Hát igen, a tűtől. Tehát ez egy ilyen, valószínűleg ilyen pszichológiai dolog, hogy az ember nem mer vért adni. Mondjuk hosszú idő után most néztem meg, hogy mekkora tűl adnak, de jogtalan az ember félelme. Úgy lehet embereken segíteni, hogy ellenőrzött körülmények között úgy nyújtunk segítséget, hogy egyrészt nem is kell az embernek hálát várni ezért, meg ez egyfajta ilyen kontroll is az embernek, hogy megnézik azt, hogy rendben van-e egészségileg a vére, hogy alkalmas-e mások számára. És eddig még nem volt kizárólag. Rengeteg dolog motiválhatja az embereket az, hogy miért adjanak vért. Nekem elsődlegesen az szokott lenni az, hogy az ember soha nem tudhatja, hogy mikor kerül olyan helyzetbe az, hogy rá fog szorulni majd egyszer másoknak a vérére. Talán ez az egyik legfontosabb dolog. Ma sem mellékes, hogy szűrővizsgálatok is vannak. Mi mindenre szűrnek?
szinte mindenre, a hepatitisztól kezdve az écig minden, és minden olyan dolog, ami átlages embernek kínos az, hogy hú, most akkor volt valami olyan dolog, ami miatt vagy veszélyes dologban került, ezek megszűrik. Hát egy évben azt hiszem háromszor vagy négyszer tud az ember három havonta tud vért adni, és ez egy jó orvosi kontroll is. Több olyan szűrővizsgálatot is elvégeznek a véradás előtt közvetlenül, amelyre egyébként előjegyzéssel juthat be az ember. A jövő héten hétfőn, július 13-án ismét várják a művelődési házba az önkéntes véradókat. A Vöröskereszt Tatai szervezete szponzorokat is megnyert az ügynek, és a véradóknak különböző ajándékokkal, étel, ital, fagyi jeggyel kedveskednek. Tata, Kossuth Térváros Központ értékmegőrző rehabilitációja. Ezt a címet kapta az a projekt, aminek eredményeként új színben pompázik majd a Kossuth tér és környéke. A 800 millió forintot meghaladó költségű projekt kivitelezési munkálatai már elkezdődtek, a hivatalos megnyitót pedig ma délelőtt tartották. Tér által befogadni szándékozott funkcióknak a pontosításában az üzlettulajdonosokkal, a lakókkal, a közműtulajdonosokkal való egyeztetés keretében, és magának az előkészítésnek a középső stádiuma is elég kalandos volt, és az is egy ilyen közösségi vagy csapat erősítő programként is felfogható, hiszen ma már elfelejtjük azt, hogy 2014 végére az akkor elnyert támogatást visszavonta az Európai Uniós pályázati iroda szabálytalansági eljárás következtében, mert nem tudta elindítani a város pénzügyi nehézségek következtében magát a kivitelezést. És az a szabály, hogyha valaki nem indítja el, attól visszaveszik a támogatást. Ez viszont egy méltánytalan helyzet volt, így amikor 2014-ben elindult a közös munkálkodásunk a polgármester úrral még a parlamenti választásokat megelőzően, akkor azt kellett elérnünk, hogy a város állam általi költségvetési konszolidációját, a hitelátvállalást követően kapja meg újra a lehetőséget arra, hogy aláírhassa a Kossuth tér felújítását biztosító szerződést, támogatási szerződést. És ezt 2014 végére sikerült elérnünk, és fél év maradt arra, hogy a tényleges közbeszerzési eljárás előkészítés, a közművek kiváltása, a két szomszédos utca forgalomszervezés szempontjából történő előzetes felújítása megtörténjék. Nagyon sokszor beszéltünk a Tatai Kossuth tér és környezetének a megújításáról. Ugye a precíz cím így is szól, hogy városközpont rehabilitációról beszélünk, tehát ez nem csak magának a térnek a megújítása, hanem környező utcák is, és szerintem ez most egy jó sikerült dolog volt, hogy azzal kezdtük. Tehát látják a kedves tataiak, hogy tényleg nem csak a tér magról, a tér belsőről beszélgetünk, és azt az újul meg, hanem a környező utcák is megújultak. A cél az, hogy a város központ egy megújult burkolatot, új utcabútorokat, egy megújult, praktikusan használható, sok minden feladatra, lehetőségre kész olyan teret adjon át a tataiaknak, amelyet elsősorban a tataiaknak építünk, de annak is örülni fogunk, ha a hozzánk látogató vendégek jól érzik magukat ott. A Tatai Városközpont fejlesztése a történelmi műemlékek megőrzésének jegyében történik. A helyi közlekedés fejlesztéséhez a tér, az utak, járdák burkolatát is ki kell cserélni. Emellett esztétikus, a történelmi hangulathoz illő közvilágítást alakítanak ki, valamint kamerákat is felszerelnek, hogy ezzel növeljék a közbiztonságot. A téren megjelenik majd a tatai hagyományokhoz kapcsolódó vízilátványosság is egy ivókút formájában. A tervezésről Török Péter tájépítész beszélt, aki pályakezdőként még a 80-as években foglalkozott a Kossuth tér terveivel. 1987-ben terveztem először a tatai főteret, akkor pályakezdő voltam és a Vátiban dolgoztam, Stifka Annával, Korbonics Mártával fantáziáltuk ezt a teret, és aztán úgy hozta a jó sors, hogy talán 7-8 évvel ezelőtt újra a tervező asztalunkra került ez a tervezési feladat. Olyan szimbolikák, olyan attribútumok kerülnek majd be a térbe, melyek Tatát is jellemzik, tehát lesz egy kaszkád vízesés, próbálunk a szintekkel is játszani, hogy gazdagabb legyen ez a tér, és egy olyan közösségi teret próbáltunk teremteni, mert egyszerre a szakrális liturgikus funkciókat is kielégíti, ugyanakkor egy közösségi tér
részévé válhat. Én már úgy fantáziálom, hogy a templom lépcső előtt majd lesz valamilyen színpad és valami fantasztikus koncert, és mögötte a háttérbe a kivilágított templom. Én azt remélem, hogy sok örömöt fog az itt élő embereknek szerezni ez a tér. A pályázatnak köszönhetően a tavalyi évben felújíthatták a Bercsényi utca egyes számú épületét, valamint az idei évben magát a Bercsényi utcát és a templom melletti szervízutat is. Most elérkeztünk ahhoz a nemes pillanathoz, hogy a tér és hozzá csatlakozó utca a Komáromi utcán egészen a Május egyúti kereszteződéstől a Kocsi utca első rövid szakaszáig, és a teljes tér faltól falig megújításra kerülhet. Ezek a munkák kezdődnek el most, és hát folytatódik a projekt többi elemével még. Rendezvényeket fogunk megvalósítani a téren, és szeretnénk olyan programokat idehozni, amivel ez a tér élővé tehető. A projekthez tartoznak konzorciumi tagok is, akik szintén jelentős fejlesztéseket valósítanak meg. A Tatai Városkapu ZRT rendezvényeket szervez majd a téren és a környékén. Három vállalkozónak köszönhetően pedig a téren lesz egy kályha múzeum, egy kávézó cukrászda, valamint a posta előtti részen megújul az újságos pavilon is. A projektet megelőző munkálatok közben előkerült a Szent Balázs templom, amelyet a Kunidomokos Múzeum munkatársai elkezdtek feltárni. Ez a templom ugye most is a Kossuth téren álló kéttornyú Szentkereszt plébánia templomnak az elődje volt, hogy az 1770-es években bontottak el. Ennek a helyén áll a Mária szobor, és a hagyomány úgy gondolta, hogy a Mária szobornál van a szentélye. Ennek ellenére egészen mostanáig nem került napvilágra, hivatalosan egyetlen része sem ennek a templomnak. Most a munkálatoknál előkerült, a lehetőségekhez képest törekedtünk arra, hogy a lehető legtöbbet megtudjuk erről az épületről. Ennek köszönhetően látjuk azt, hogy a középkorban két építési periódusa volt, valószínűleg a 15. század elején és egy a 15. század végén. Egy gótikus, inkább kápolnát kell elképzelni, a méretei azért nem voltak kicsik, hiszen több mint 21 méter volt a nagysága. A második periódusban épült hozzá egy torony, ami hát a jelentőségét emelte ennek az egyházi létesítménynek, és valószínűleg azzal a Szűz Mária kápolnával lehet azonos, amelyikről az, a 15. század közepéről vannak adataink. Ezt a kápolnát a 15 éves háború után az 1600-as évek elején a beköltöző Tatavárost újjáalapító református hívek használták. Sajnos az ő beavatkozásaikat nem tudtuk megfigyelni az ásatáson, mert a 17. század végén a katolikusok visszaszerezték az épületet, és ők folytattak olyan jellegű beavatkozásokat, amik eltüntettek nagyon sok korábbi megfigyelési lehetőséget. Ebben az időszakban átalakították a szentét, megerősítették, kibővítették a sekrestjét, amely közvetlenül a templomhoz épült hozzá, és építettek egy kriptát is, amelyikbe hát nyilván az előkelőbb tataiak temetkeztek. Vélhetően nemesek, de ennek még további kutatásokban kell tisztázni ezt a kérdést. Ezeket a leleteket később a nagy közönség számára szeretnénk bemutatni. A feldolgozások, restaurálásuk az megkezdődött. Magát a régészeti emlékeket pedig reményeink szerint két hét múlva egy nyilvános bejáráson minden érdeklődő számára meg tudjuk mutatni. A feltárt leleteket természetesen szeretnék majd a nagy közönség számára bemutatni. A feltárásuk, restaurálásuk már elkezdődött, magát a régészeti emlékeket pedig a tervek szerint két hét múlva egy nyilvános bejáráson mutatják meg az érdeklődőknek. Idén művészetkedvelő gyerekeket vártak a múzeumi táborba. Egy héten át 36 festés, rajzolás iránt érdeklődő diák fejlődését segíti grafikus, festő, iparművész, szobrász. Ma akvarelnap volt. Kövesdi Mónika tartott egy kis rövid beszámolót a tábor hallgatóinak. Az akvarellről bemutatta két legnagyobb akvarellistánkat, a Tatait, a Heski Ivánt és a Dobroszláv Lajost, és utána én a technikai részletekkel foglalkoztam. Technikai gyakorlatokat végeztünk a nap első részében, kifejezetten új gyakorlatok voltak, hogy hogyan lehet bánni a festékkel a papíron. A délelőtti ismereteket próbáljuk most itt kamatoztatni délután. Egy tájképfestéssel próbálkozunk, mindenki szabadon választ, és én egy kicsit korrigálom őket ebben. A művészeti tábort a helyi híres festők életművét felelevenítő városi vetélkedő a Palettata előzte meg.
A győztes csapat nyereménye volt, hogy részt vehet a táborban, ahol tovább bővíthetik a készülődés folyamán megszerzett ismereteiket. Ez a paletta végigvonul az egész táboron. Készítettünk pólókat igazából védő célzattal, de mindenki a nevével együtt egy-egy palettát is rárajzolt, hogy biztosan tudja az egész város, hogy a paletta a táborozók közül való. Nagyon sokan jelentkeztek. Idén először hirdetett meg a múzeum ilyen festészeti, ilyen művésztábor témájú múzeumi tábort. Idáig mindig történeti témájú volt a táborunk. Az is nagyon népszerű volt, de 30-an és a fölött is jelentkeztek. Ez nekünk nagyon sok, mert azonnal, tehát kitettük a plakátokat, és már jelentkeztek a nagy csodálkozásunkra a gyerekek. Azért jelentkeztem ebbe a táborba, mert nagyon szeretek rajzolni. Mi mindent csináltatok eddig? A tábor első napján grafikáztunk, és ma akvarellel festettünk. Sokat szoktunk beszélgetni a művészetről, minden nap újabb és újabb művészeket hívnak meg, hogy megmutassák nekünk, amit. Igen, jól érzem magam, a barátnőim itt vannak. Kifejezetten miattuk is jelentkeztem, hogy a nyári szünetben kicsit velük is tudjak játszani. A tábor pénteken kiállítással zárul majd. Az új kézilabda csarnok első ütemének munkálatait a műszaki átadás zárta le június 30-án. Elkészült eddig az előcsarnok, kialakították a büféhelyét, mögötte az öltözőket. Az előcsarnokban kapott helyet még a ruhatár és a mosdók is. És elkészült a nagy csarnok is, amely megosztással egyszerre három osztálynak is helyet biztosít a testnevelés órákhoz. 648 millió forint összegű számla érkezett eddig a Tatai Atlétikai Klubhoz ennek a csarnok beruházása kapcsán. Ebbe beleértendő a tervezői díjaktól kezdve minden, tehát ilyen állapotban van most ez a csarnok. A csarnoknál, mint ahogy már korábban is elmondtam, ez ugye nem teszi lehetővé ez a mostani állapot azt, hogy ugye használatba vétel történjen, hanem ennek a csarnoknak egy második ütemre van szüksége, és akkor lesz ez a csarnok igazán befejezett. Most úgy kell mindenkinek elképzelnie, hogy mi a Kézilabda Szövetségtől kaptunk egy 650 millió forintos jóváhagyó határozatot, aminek durván 450 millió forint a TAO-s része. Ezt a Tatai Atlétikai Klub a kapcsolataink keresztül segítséggel begyűjtötte, a város pedig ugye adta hozzá a 200 millió forint önerőt. Most ezt a feladatot tovább kell vinni, folytatni. Most ott tartunk, hogy a Kézilabda Szövetség a második ütemre beadott pályázatunkat vizsgálja. Az elmúlt héten kaptunk 8 pontból álló kérdéssorozatot, aminek a megválaszolása a tervezőnél, illetve a műszaki ellenőrnél van. Remélem, hogy ez egy héten belül akár itt lezáródhat, és akkor úgy gondolom, hogy a jóváhagyó határozatnak a második ütemnél nincs akadálya. És ezt követően nagyon szeretnénk, hogyha a munkálatok folytatódnának, és továbbra is az a cél, hogy ez év végére ez a csarnok kulcsra kész állapotba kerüljön. Ezen a héten 60 kisgyerekkel foglalkoznak a pedagógusok a kézilabda táborban. A múlt héten 120-an voltak. Népszerű és sikeres sport a városban a kézi, és a szakemberek gondoskodnak is az utánpótlásról. Kézilabdához kedvet csináló tábort szervezünk, mert pont az a cél, hogy a gyerekeket megismertessük a kézilabdával, és szeressék ezt a sportágat. Napi két edzést tervezünk, bár azt kell mondanom, hogy az időjárás most közbeszólt, hiszen akkora hőség van a héten, hogy vagy az edzés időt szűkítettük le, mert rettenetesen meleg van a tornateremben, az udvaron sem jó ilyenkor lenni, és ezért beletettünk vízi programokat is, ma például sárkányhajózás lesz délután, illetve tegnap a fényes fürdőn voltunk és strandoltunk. Gyerekek jöttek a Vaszariból, a Kőkútiból, de vannak részvevők Naszájról is, hiszen az ottani általános iskolában is elkezdődött a kézilabda oktatás. Bár a tábor inkább kedvcsináló, mégis nagyon sok mindent megtanulhatnak a kézilabdáról a gyerekek. Labdával játszanak. Nem mondhatom azt, hogy itt elsősorban technikai képzés zajlik, inkább maga a játék domborítása, hogy küzdjenek egymás ellen, akarjanak győzni, megismerjék a pályát, a pálya méreteit,
és hát azok, akik azért kézilabdáztak, ők azért ezt már eleve tudják, ők meg élhalnak a játékért, és hát elsősorban ez dominál, ennek különböző variációi. Aki nem volt még kézilabdás eddig, reméljük az lesz, ők pedig hát próbálnak felzárkózni, és bekapcsolódni ebbe a játékba, és hát a győzni akarás ezeknél a gyerekeknél abszolút megvan. A táborban az edzések mellett kézműves foglalkozások, strandulás és a tervek szerint sárkányhajózás is szerepel. Azért jöttem, mert a tanárok szuperek, és nagyon jól van, meg tavaly is volt, és nagyon jól lehet itt játszani, mindent engednek, amit lehet. Főzünk, sportolunk, eszünk, iszünk, meg óra közben is kiengednek inni, minden jó. Mi kell ahhoz, hogy jó legyen a hangulat? Márti. Strandolás, ebéd, játék a frissítő zuhanyfüggöny alatt és zumba. Ez volt például a mai nap programjának egy része a napközis táborban. Hát, hogy tudunk homokozni, hogy itt sok gyerek van. Bujacskázunk, fogacskázunk és játszunk. Vannak sok barátaim és tudok homokozni, meg játszani. Mi a jó ebben a táborban? Minden. Például? Lehet fürödni. Június 16-ától üzemel a napközis tábor. A héten 70 fős létszámmal, de voltak már 90-en is. Ez egy teljesen új dolog számunkra is, hiszen eddig iskolai kereteken belül működött a tatai napközis tábor. Most ebben az évben kerültünk ki ide a fényes táborába. Hát teljesen másképpen állunk hozzá, mint egy iskolai környezetben. Itt nagyon sok a zöld terület, nagyon sok a víz, szerencsénkre. Hát a nagyobb bajunk akkor van, ha esik az eső, mert mindenki nem fér be egy terembe. Ennek ellenére nagyon jól megoldottuk azt a részét is, mert nagyon élvezték a gyerekek azt, hogy bungizhattak külön kis helyeken, és nagyon jól el voltak. Egyszerre 5-6-an vagyunk, és szerintem ez elég is a gyerekekre. Vannak segítőink, akik segítenek a 10 órai készítésben, gyerekek felvigyázására. Tehát körülbelül egy olyan 10-11 felnőtt mindig van. Nincsen vasfegyelem, bár azt gondolom, hogy a fürdetés az egy elég sarkalatos pontja a dolognak, hiszen legnehezebb a fürdés közben vigyázni a gyerekekre. Mi úgy osztottuk be, hogy az első-másodikosok a kismedencébe mennek be, a harmadik-negyedikesek a 80 centisbe mehetnek be. Így nincs olyan nagy tumultus a medencét belül sem, és biztonságosabbnak tartjuk. A napközis tábor augusztus 19-éig vakációztatja a gyerekeket. Újabb és újabb marketingeszközökkel él a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület, hogy a térségben minél több vendéget, minél több itt töltött időre csábítson. Mindig próbálunk újdonságot bevinni, vagy ha leegyszerűsítjük, akkor haladni a korral. Ez alapvetően a nem hagyományos, nyomtatott anyagok terén szoktuk megtenni, tehát alapvetően az internet alapú, vagy a mobil eszközökön történő kommunikáció terén szoktunk mindig jobban fejleszteni, mert azt azért látni kell, hogy a vendégek nagy része már ezeket az eszközöket használja. Természetesen a kezükbe tudjuk adni minden évben azokat a megszokott kiadványokat is, amit mi mindig megjelentetünk, eseménynaptárt, szolgáltatói katalógust, térképet mindig kiadunk a városra, ugye, amit kézbe véve körbe tudják járni a látnivalókat, de ezeken az online, illetve mobileszközös felületeken folyamatosan fejlesztjük a megjelenést, például az interneten különböző kampányokat szoktunk folytatni, akár fizetett hirdetések formájában, ezeket egy-egy kiemelt eseményhez, vagy az év egy kiemelt időszakához igazítjuk. A mobileszközökön pedig mi elkészítettünk 2 évvel ezelőtt egy hangos idegenvezető szolgáltatást. Ez egy olyan útvonal volt, amit egy adott pontból egy másik pontba vezetjük végig a látogatókat hangos idegenvezető szöveggel. Ezt a szolgáltatást bővítik és színesítik a jövőben. Az éteren túl azonban még mindig fontos szerepe van a Turinform irodának is. Az iroda szerepe az természetesen megmarad. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mindenféle csatornát
ki kell használnunk és meg kell ragadnunk, hogy a vendégeket elérjük. Ehhez hozzátartoznak a mobileszközök, de ugyanúgy hozzátartozik a személyes kapcsolat, a személyes felvilágosítás, információ átadása egy turinformirodában, itt Tatán. Minden évben több tízezer megkeresést kell a lányoknak kezelniük. Ez jelenti a személyes megkereséseket, tehát az idebetérő vendégek kiszolgálását, de ugye a megkeresések jönnek telefonon, e-mailben, levélben akár hozzánk, ezeket mind kezelnünk kell, válaszolni kell rá, és információt kell adni az érdeklődőknek. A képviselőtestületi ülésen 6 napi rendi pontot tárgyaltak meg, ezúttal is a rendelt alkotáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel kezdődött a munka, egész pontosan az építési szabályzatról szóló rendelet módosításával. Képviselőtestület rendkívüli ülésére azért került sor, mert van két olyan pályázat, ahol önerőről döntenünk kellett, és itt a határidők mindig nagyon szűkek. Mellette pedig ilyenkor mindig becsúszik néhány olyan napirend, amit a hivatal gyorsan előkészített már, és akkor ha már amúgy is ülésezünk, akkor döntsünk ezekről is. Így az építési szabályzattal két napirenddel foglalkoztunk, az egyikben a Komáromi utca és a Május egyút sarkán lévő ingatlan környezetével kapcsolatos szabályzási terv módosítására került sor. Itt az állami főépítész véleménye megérkezett, korábban már a bizottságok ezt megtárgyalták, és úgy találtuk, hogy lezárhatjuk az eljárást, most pedig döntöttünk is arról, hogy a szabályzást az állami főépítész véleményét figyelembe véve jóvá hagyjuk. Ennek következtében annak a saroknak tulajdonképpen a fejlesztése elindulhatott a buszmegálló és a tataiak által Fákja ABC-nek ismert ingatlan mellett. Azt remélem, hogy mielőbb az a sarok is szépen beépülve egy új szép foltja, szép képet ad majd a Május egyútnak azon a részén. A másik ilyen rendeletünk, vagy előkészítésben pedig a Kakas utcai ipari kis résznek a kérdéskörében indítottuk el a munkát, vagy folytattuk a munkát, szintén szabályzási terv kérdésével, ott még lezárásra nem került sor, illetve a másik ilyen kérdés pedig, hogy szeretnénk a Fényesfasortól induló, a Naszályi úton haladó és Almásfűzítőig érő kerékpárút tervünket oly módon módosítani, hogy sajnos ott egy, nem tudom milyen módon, egy holland tulajdonos van, akinek a területén ment volna át a kerékpárút. Ő nem volt hajlandó nekünk azt egy tisztességes áron eladni a csíkot, amin a kerékpárút haladt volna, ezért találtunk mellette egy másik területet, ami önkormányzati terület, azon fogjuk átvinni a kerékpárutat, csak ez egy nagyobb előkészítést és többletmunkát jelent, viszont megoldható, és így reméljük, hogy egy pályázaton keresztül forrást tudunk erre a munkára is nyerni, ezért most a tervezést gyorsan módosítjuk. A képviselőtestület élt bérlők jelölési jogával egy napi rendi pont keretén belül, majd ezt követően két pályázathoz kapcsolódó előterjesztést tárgyaltak, mégpedig mindegyik pályázati önrész biztosításáról szólt az egyik a Magyar Zoltán Művelődési Központ kérése alapján, a másik pedig a Tatai Televízió közalapítvány kérése alapján. A két pályázat mindegyikét támogatta a testület, ezek kicsi pályázatok, néhány millió forintos, de minden pénz számít a városba, minden pénz számít a fejlesztéseink során. A kb. 10 millió forint körüli összegű fejlesztést a művelődési háznak a színház termére szeretnénk elkölteni. Ugye tavaly megépítettük, felújítottuk a színpadot, most a fénytechnikát szeretnénk fejleszteni. Olyan módon járultunk ehhez hozzá, hogy csak olyan fénytechnika szerezhető be, amely bármikor egy másik helyszínre átszerelhető, tehát olyan mobil eszközöket lehet ezen vásárolni, amit máshol is tudunk hasznosítani. Ha sikerül majd egyszer egy másik színháztermet a városban létrehoznunk, akkor ez hasznosítható legyen ott is. A televízió esetében pedig a további műszaki, vagy mondhatom azt, hogy a folyamatos műszaki fejlesztésnek egy újabb állomása az érkezett a televízió, és ehhez adott az önkormányzatunk 1,3 millió forint önerőt. A bérlőkijelölési jog akkor kerül föl a testület elé, ha az nem pályázat útján való bérlőkijelölés. Általában a költségalapú lakásainkat is megpályáztatjuk,
és amennyiben így módon kerül sor a bérlő kijelölésére, azt a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság döntheti el a rendeletünk értelmében, akkor kerül fel a testülethez ez a döntés, ha a bérlő kijelölése az valamilyen egyéb megállapodásnak a keretében történik. Ez most a rendőrséggel való kötött megállapodásunk keretében történt ez a bérlő kijelölés. Egy rendőr családot fogunk elhelyezni az egyik Mindszenty téri lakásban. Az utolsó napi rendi pontban székhelybejegyzési kérelmet tárgyalt a képviselőtestület. Polgármester, várható, hogy a közeljövőben lesz további rendkívüli testületi ülés? Egészen biztos, hogy kell még tartanunk a nyár folyamán testületi ülést. Ugye szeptemberben lesz a következő rendes ülésünk. Addig egész biztos, hogy tartani fogunk, valószínűleg augusztus első napjaiban valamikor. Szükséges abban a kérdésben állást foglalni a testületnek a hogyanról, ami a Bláthy iskola állami fenntartásba való átadására vonatkozik. Ugye maga az ingatlan önkormányzati tulajdon, az ingatlanok egy része önkormányzati tulajdon, ezekről mindenképpen a testületnek döntést kell hoznia, a másik pedig a szakmai képzésért közalapítvány jövőjét illető döntést. Ugye ez az közalapítvány az, amelyik a Bláthy iskola fenntartója jelenleg, ennek a jövőjére vonatkozó döntést is a testületnek kell majd meghoznia. Van időnk, egy precíz, pontos előkészítést szeretnénk itt tenni, és szeretném még egyszer nagyon hangsúlyozottan aláhúzni és felhívni a figyelmet arra, hogy senkinek semmi aggódnivalója nincs. Bláthy iskola van és lesz a jövőben is. Tovább folytatódik Tatán a műszaki, ipari szakképzés. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ez az intézmény tovább működjön, viszont országosan átalakult a szakképzés, és ehhez viszont nekünk meg érdemes most csatlakoznunk, mert így sokkal hatékonyabban és sokkal biztonságosabban tud a jövőben működni Tatán is a szakképzés, tehát Bláthy iskola megy tovább, a tanulók, a szülők semmit nem fognak észrevenni a változásból, ennek így kell történnie, természetesen az oktatóknak, tanároknak lesz valamelyest változás, de ezt ők már tudják, és ennek fényében készülnek a következő tanévre. A Városgazda Nonprofit Kft. Folyamatosan dolgozik a kezelésébe tartozó intézményekben. Az iskolákban tanév közben is folynak a munkálatok, évvégén pedig a pedagógusok által összeírt feladatokat próbálják meg teljesíteni a szünidő végéig. Ezekben a listákban szerepelnek meszelések, általában tisztasági meszelések mindig a vizes blokkokban, vécékben megtörténnek. Ez gyakorlatilag az összes intézményre, összes iskolára vonatkozik, ezen belül a kőkutiban a folyosó, a meszelései vannak, illetve fent az emeleten ajtók, nyílászárók festései vannak. Ugyancsak nyílászárók rekonstrukciója folyik a Jászmin iskolában is, ott is szintén tantermek festése van. A Vaszari iskolában ott 8 tanteremben lesz az idén festés, és 2 tanteremben lesz mondjuk parketta, csiszolás, lakkozás és egyéb ilyen nagyobb munkálatok. De itt hadd térjek ki arra, hogy amit az elején mondtam, hogy nem csak a nyári szünetben folynak munkák, hanem például a Jászminban már még a tanítás alatt sikerült megcsinálni azt, hogy az udvaron levő kis könyvtárházikóból a könyvtárat beköltöztettük, tehát egy könyvtárszobát alakítottunk ki. Ugyancsak még a tanévben készült a kőkutiba egy távolugró gödör, tehát folyamatosak ezek a munkálatok. Kétségkívül a tanév folyamán az egyik legnagyobb feladat a fényes fürdőn a volt Zsozsó kemping átalakítása volt, amiből a nyári napközis tábor lett. Itt volt számtalan apró kis hullámpalával fedett, mondjuk ki, hogy nagyon ronda és gyakorlatilag használhatatlan házikó, és ennek az eltüntetése történt meg az első ütemben, ami jelentős anyagi erőforrásokat igényelt, mert pont a hullámpala miatt ugye az aszbesztcement, és az aszbesztcementnek a bontása is csak speciális szakértelemmel és felszerelésekkel végezhető. Aztán ezeknek a házaknak az alapjai, beton alapjainak az elbontása, ezeket már mi végeztük, letört
kivertük a betont, és abból majd útalap lesz a önkormányzati utakon, és amikor ez minden elkészült, akkor lehetett elkezdeni gyakorlatilag azt, amit most látunk, hogy humusz, komposzt, behordás, gyepszőnyeg kialakítása, egy öntözőrendszer kialakítása, illetve a házaknak, a volt étterem résznek, vizes blokkoknak a rendbetétele, hogy ez fogadhassa már a gyerekeket. Több mint 1500 kajakos szállt hajóba Sukoron. A résztvevőkre óriási erőpróba várt, hiszen az ellenfelek mellett a hőséggel is meg kellett küzdeniük. A tatai kajakozók számos korcsoportban bizonyították felkészültségüket. A várakozásnak megfelelően sőt egy picit jobban is sikerült. Nyertünk 6 vidékbajnoki címet. Kiemelném Csokor Eriket, aki ahány számon indult, nagyon magabiztosan utasította maga mögé a korcsoportját. Úgy 500-an, 1000 méteren és 4000 méteren is. És még kiemelnék egy-két lányversenyzőt, a Pazár Annát, a Almási Lilit, akik... Az Almási Lili szintén nyert egyest a gyerekkettes MK korosztályba, a Pazár Anna pedig második helyre futott be, de tudnám még sorolni az eredményeket, de hát a fejemben nem egy kalendárium. Tehát összességében nagyon elégedettünk a edzőkollegákkal, az eredményekkel. Innen lehet bejutni a gyerekeknek a magyar bajnoki döntőbe. Itt az egyeseknél az első 15 automatikusan a magyar bajnokság résztvevője, párosoknál az első 12, négyeseknél nincs válogató, meg a váltóknál se, ott kedvünk szerint tudjuk nevezni a gyerekeket a magyar bajnokságra. Úgyhogy a egyes hajókba, páros hajókba igenis komolyan kell venni, mert mint mondtam, itt tudjuk a magyar bajnokságon biztosítani a részvételünket, annak ellenére, hogy nekünk már van 5 pótnevezésünk a magyar bajnokságra, de ezeket nem szeretném kihasználni abban az esetben, hogy esetleg valamelyik gyerek lebetegszik, és helyette mást kell beneveznem. A sukorói verseny után még 2 megmérettetés vár a hodis kajakosokra. 99%-ban ugyanazok az emberek fogják a magyar bajnokságon is a városunkat képviselni, hogy a vidékbajnokságon kivívták a részvételi lehetőségüket. 2 hét múlva ugyanazon a helyen Sukoron lesz a bajnokságunk, úgyhogy teljes gőzerővel készülünk, ez nagyon jó erőfelmérő is volt, ugye, mert vannak olyan gyerekszámok, ahol szinte vidéki hegemónia van, a budapestiek ott nem nagyon tudnak beleszólni a helyezésekbe, már az előső részébe, de természetesen vannak olyan számok, ahol meg mi nem tudunk beszólni a budapestieknek. Tehát azért el van osztva így a gyerekeknél az erősorrend, de összességében azért a vidék az erősebb, mint a Budapest, mert több is az a szakosztály. Hát van 108 szakosztály Magyarországon, abból 9 a budapesti. A gyerekek a jó megérdemelt szabadságot megkapják, szinte egész augusztusban mehetnek nyaralni, akinek lehetősége van, az természetesen élni fog vele, de nagyon sok gyerek ugyanúgy le fog járni, de nem lesz neki edzést tartva, akkor csak a örömködésről szól a nyár által lévő része. Az erőpróba egy előzetes képet adott edzőknek, vezetőknek a síkvízi magyar bajnokságra, amit július 24 és 26 között rendeznek meg. A Kossuth téren folyó kivitelezési munkálatok miatt, amelyek nem csupán a teret, hanem a környező, becsatlakozó utcákat is érintik, ideiglenesen megváltozott az autóbuszok közlekedési rendje, máshová kerültek a buszmegállók. Gyakorlatilag már jelenleg is a közösségi közlekedés nem érinti a Kossuth teret. Erre kell számítani még körülbelül augusztus 16-áig, addig még tartanak a térfelújítási munkái. Ez azt jelenti, hogy mind a helyi, mind a helyközi járatok a május 1 úton haladnak. A Kossuth tér helyett a Volt Fáklya ABC előtt lehet felszállni a buszra, illetve vele szemben a Komáromi úti csomópontnál egy ideiglenes buszmegálló került kijelölésre. Szintén nem érinti a Kocsi úti megállót a busz, a helyi busz, ehelyett pedig az autókereskedés előtt, illetve vele szemben a Táncsics Mihály utca előtt jelöltünk ki ideiglenes busz megállót. Szintén nem érinti a Kossuth teret, illetve a Kocsi utcát a helyközi közlekedés. A helyközi közlekedéssel kapcsolatban több észrevétel is érkezett a városhoz. A helyközi közlekedésben az önkormányzatnak nincsen kompetenciája, gyakorlatilag mi is a szolgáltatóhoz fordultunk a kérésekkel. De el kell mondanom, hogy a helyközi közlekedés jelenlegi megállói a Volt Fáklya
ABC előtti megálló, illetve vele szemben kicsit lejjebb a Május 1 úti megálló. A kocsi úti megálló helyett pedig a buszforduló került kijelölésre a szolgáltató részéről. Kértük, és még ez folyamatban van, hogy egyértelműen jelezzék a megállóhelyeken, hogy ezek melyik helyközi megállóhelyek, és hol lehet felszállni a helyközi járatokra. Hétfőtől a Bercsényi utcában is változik a közlekedési rend. Újabb forgalmi rend változás várható a Kossuth tér környékén. A Fürdő utca egy része szintén felújításra kerül, ezért a Fürdő utca a jelenlegi óvoda épületénél lezárásra kerül, onnan már csak az itt lakók hajthatnak majd be. A Bercsényi utca egyirányosítása ideglenesen megfordításra kerül, és a Bercsényi utcában lakók a Rózsafagyizó felől tudják majd megközelíteni az ingatlanokat. Ez a felújítás körülbelül 2 hétig fog tartani, addig kell számolni azzal, hogy akik a Fürdő utcában jönnek, az óvodánál a Bláti Otto utca felé tudják elhagyni az utcát. A közlekedési változásokról a hírek folyamatosan jelennek meg Tataváros honlapján és a Tatai Televízió képújságában is. Az óvisoknak szervezett úszótábor utolsó napja volt ma. Az Öregtó partján minden apróságra felkerült a mentőmellény, mert többféleképpen is vízre szálltak. Sárkányhajóztak, vitorláztak. Németh Krisztina 3 gyermekével érkezett a mai programra, közülük egy vett részt a táborozáson. Idén voltunk először táborban, tehát a hanga nagy csoportos volt, tanulgatott úszni, és mivel Pista bácsit nagyon szerette, ezért úgy döntött, hogy eljön az úszótáborba. Így aztán most próbáltuk ki először, de nagyon élvezte, tehát tetszett neki minden nap. Jó volt így, hogy reggel jöttünk, délután haza, tehát van tábor is, meg azért anya és a család is megvan, úgyhogy nekünk nagyon tetszett. Láttam azért az oviban, amikor megtanult úszni, hogy hogyan működik a vízbe, meg a Pista bácsi is, hogy hogyan bánik velük, tehát igazából félni nem féltem, tehát látom, hogy vigyáznak rájuk, meg jó kezekben vannak. Azt gondolom, hogy annak a gyereknek, aki szereti a vizet, enyém ő halacska, tehát ő szeret pancsolni, az még jobban gyakorolni tudja, jobban megtanul úszni, aki meg mondjuk kevésbé, azzal is megszerettethetik, tehát láttam olyan gyerekeket, akikkel külön foglalkoztak, és egy kicsit jobban megszoktatták velük, hogy vízbe milyen is mozogni. Pontosan ezért, hogyha víz közel vannak, akkor tudják, hogy mik a szabályok. Itt azért a hajózás kapcsán pontosan előjönnek ezek is, hogy mit kell csinálni, hogyan kell, hogy biztonságosan tudjunk a vízen mozogni, vízben vagy a vízen. Most az óvisok tábora zajlott, de hamarosan jönnek a kisiskolások is. Bán István tanár úr és segítői keze alatt 100 gyerek próbálkozik a vízisportokkal. Mindkét táborban a vázát a programunknak az úszás jelenti. Ezek a gyerekek, akik most a kezünk alatt vannak, ezek nagycsoportos gyerekek, 6-7 évesek, és a szorgalmi időben már mindegyik megfordult a tanúszodába, hisz a kistérségből, meg Tatáról is minden nagycsoportos már úszik, ezért van tapasztalatuk, 1-2 olyan van, aki teljesen kezdő, és most látott először medencét és vizet. Ez egy nyári kikapcsolódó szabadidős program, és ennek keretében a gyerekek, aki nem tud, megtanul úszni, aki pedig már tud, az gyakorolja az úszást. És az úszás köré szerveztünk szabadidős programokat, mint például kötélugrás, mint például sárkányhajózás, vitorlázás, kajakozás, kenuzás és íjászat. Tata többféle programot is kínál mindazoknak, akik más városból esetleg több napra érkeznek hozzánk. A környék lehetőségeit a Tata és Térsége Turisztikai Egyesület programcsomaggá gyúrta, és akár önállóan megvalósítható élményeket ígér. A városlakóknak azonban ki se kell mozdulniuk Tatáról, ha csak 1-2 óra szabad idejük van, már akkor is élvezhetik az aktív pihenést több formában is. A mi szolgáltatásaink azért egyértelműen a jó időhöz kötődnek, tehát akár a vízi, a kerékpáros vagy a gyalogos turisztikai szolgáltatások. Természetesen ezt egyre nagyobb számban veszik igénybe, azzal, hogy párhuzamosan eleve növekszik a turistáknak és a tatajaknak a lélekszáma ilyenkor az Öregtó partján, és ilyenkor gyakran látogatnak hozzánk, és bérelnek éppen sárkányhajót, kenut, vagy kajakot, vagy kerékpárt. Természetesen emellett azért magának a háznak a,
az egyéb szolgáltatásait is igénybe veszik, hiszen most már van egy nagyon jó felszerelt konditermünk, meg vannak olyan közösségek, akik már minket választanak egyáltalán ahhoz, hogy valamilyen rendezvényünknek a helyszíne is lehessünk. Elmondhatjuk azt is továbbá, hogy nem csak az új kajakház, hanem azért a tatai fényes tanösvényre is ugyanolyan nagy számban jönnek a vendégek, mint hogy azt már a nyitás óta is tapasztaljuk. Emellett az angol kertben ugye felújították már a kiskastélyt és átadták, és a turisták és a tatajak is nagy érdeklődéssel jönnek és nézik meg azt a herendi kiállítást és azt az interaktív angol kerteket bemutató kiállítást, amit ott találhatunk. Persze emellett azért nagyon sok fejlesztésre van még szükség, meg olyan programokra, ami egyébként nem csak a tatajaknak, hanem főleg a turistáknak is kellő szabadidős tevékenységet nyújt, de eddig azt mutatja minden, hogy érdemes volt megépíteni az új kajakházat, és érdemes volt a városnak, meg a tatajaknak ezt a sok áldozatot meghozni, hogy létrejöhessenek ezek a dolgok. Ha pedig éppen nem tudja, mit csináljon a hétvégén, érdemes a városi honlapot, vagy a Vizittata honlapot bogarászni, mert ott mindig történik valami. Holnap, szombaton, például vitorlás nap lesz az Üreg tó partján, este pedig előadás az angol kerti szabadtéri színpadon.